Üdvözöllek, itt Újai Szabolcs Zoárt. Ebben a mostani videóban a mangosztán gyümölcsről lesz szó, arról, hogy mikor érdemes mangosztán levet inni. A mangosztánt ma már nagyon sokan a szuper élelmiszerek csoportjába sorolják, és ez nem is áll távol a valóságtól. A mangosztán csak a trópusi nedves vidékeken terem meg, és legalább 8-10 évre van szükség ahhoz, hogy az elültetett magokból termőfák nőjenek ki, ez más gyümölcsökhöz képest is egy nagyon hosszú idő. A mangosztánhoz sok mitosz kapcsolódik, például egy ősi legenda szerint Buddha napkeltekor egy fehér elefánton az erdőben járva megpillantotta és megízlelte a gyümölcsöt. Megérezte jótékony hatásait és megáldotta, majd az embereknek adományozta. Az 1800-as években pedig elterjedt egy pletyka arról, hogy Viktória királynő 100 angol fontot ajánlott fel annak, aki hoz neki egy mangosztán gyümölcsöt. A mangosztánt a gyümölcsök királynőjének is nevezik, és elsősorban gyümölcsre, sőt inkább gyümölcspüré formában fogyaszthatjuk hazánkban, rendszeresen, minden évszakban. A mangosztán erejét és különlegességét a benne lévő polifenol vegyületek adják, melyek közül a legfontosabbak a xantonok. A xantonok szinte csak a mangosztánban fordulnak elő a természetben ilyen magas arányban. Ebben az antioxidáns csoportba többfajta vegyület tartozik, melyek nagyon jó gyulladásellenesek, antibakteriálisak és számos területen segítenek csökkenteni a betegségek kialakulásának kockázatát. Most pedig nézzünk meg 5 olyan területet, amikor ajánlott mangosztán gyümölcslevet fogyasztani. Az első a gyulladások. A testünkben a modern életmód hatására rengeteg gyulladás keletkezik, nem csak az ételek hatására, de például a készülékek sugárzása is gyulladásokat okoznak, ami előbb-utóbb betegségekhez vezet. A gyulladások alakulnak ki a belegben, a szervekben, az erekben, a hasnyálmirigyben. A hosszú ideig fennálló folyamatos gyulladások hatására alakul ki a rákbetegség, a cukorbetegség és az ízületi gyulladás is. A mangosztánból készült gyümölcslé fogyasztásával jelentős mértékben megnövelheted a testedben a gyulladásokat csökkentő anyagok mennyiségét, ami csökkenti a kockázatot hosszú távon. Tehát a gyulladások kialakulása ellen bátran lehet minden évszakban mangosztán kúrát tartani. A második lépésben a szív- és érrendszerre kifejtett pozitív hatásairól kell beszélni. A mangosztánban lévő anyagok segítenek a vörös vérsejt termelődésben, ezáltal előnyös ugye vashiány és vérszegénység esetén, aztán kitágítják az ereket, ezzel javítanak a véráramláson, ami előnyös például élelmeszesedés, magas koleszterin szint és szívelégtelenség megelőzésénél. A mangosztánban jelentősen mennyiségű réz, mangán, magnézium és kálium is van. Ezek a vegyületek fontosak a testünk számára az ideális vérnyomás kialakításában, illetve például a szívkoszorúér betegségek és a stroke megelőzéséhez is. A harmadik a zsíranyagcserére kifejtett hatásai és a zsírégetés, a fogyás támogatása. Számos ponton segítenek a mangosztánban lévő anyagok az elhízással és a cukorbetegséggel szemben, mely utóbbi ugyancsak ugye szorosan összefügg a túlsúllyal. Először is alfa és y mangosztin vegyületek, amik benne vannak, inzulinrezisztencia csökkentő hatással rendelkeznek, tehát segítenek csökkenteni a cukorbetegség kialakulásának esélyét, illetve javítanak a cukor hasznosulásán a testben. Másodszor a mangosztánban lévő anyagok bizonyos mértékig gátolni tudják az LDL koleszterin oxidált LDL alakulását, aminek hatására kevesebb LDL koleszterin tapad ugye az érfalakhoz. Számos kutatás mutatta már ki az összefüggést az elhízás és a magas LDL koleszterin szint között. A harmadik lépésben pedig a mangosztánban lévő anyagok arra is hatással tudnak lenni, hogy a test kevesebb zsírt vegyen fel a bélrendszerből, aminek következtében ugye lassul, illetve csökken a zsírsejtek duplikálódása, szaporodása. Negyedikként az allergiával szemben kifejtett hatásait fontos megemlíteni. A mangosztán prebiotikumként is működik, illetve tele van rostokkal is, tehát jó hatása van az emésztőrendszerre, ami ugye szoros összefüggésben van a különféle allergiákkal és ételintoleranciával is. Egyes kutatások során a mangosztánban lévő anyagok hatékonyabban gátolták az allergiát okozó anyagok működését, mint a hagyományos allergiaellenes gyógyszerek.
A mangosztán kivonatai hatékonyak a hisztamin és a prostaglandin felszabadulásával szemben, mely vegyületek ugye szorosan összefüggnek a gyulladásokkal és a különféle pollen és ételallergiákkal. És az utolsó, az ötödik a bőrre kifejtett hatásai, fontosak a mangosztának. A mangosztán fogyasztás hatására sokan elsőként a bőrön történő pozitív változásokat tapasztalják meg, például a gyümölcsben lévő egyes anyagok képesek visszaszorítani az akné kialakulásában résztvevő baktériumokat, tehát a mangosztán hatására eltűnnek a pattanások, a miteszerek a bőrünkről. A dermatitis és az ekcéma is szorosan ugye kapcsolódnak a gyulladásokhoz. Vannak olyan kutatások, melyek során igazolták, hogy a mangosztánban lévő xantonok képesek a bőr gyulladásokat mozgató citokin vegyületek aktivitását gátolni, azaz akár jelentősebb pozitív változás is beállhat egyes esetekben a mangosztán hatására a különféle bőrgyulladásos problémák esetén. És végül nézzük meg, mikor nem ajánlott a mangosztán levet inni. A mangosztánt nem ajánlott kolitisz esetén inni, mivel a kutatások azt mutatják, hogy ugye ennek a betegségnek fokozza a tüneteit. Mivel erős, intenzív hatása van a vörösvérsej termelődésre, illetve a véráramlásra, azért a vérzéssel járó betegségek esetén sem ajánlott, illetve ugye műtétek előtti időszakban sem ajánlott fogyasztani. Összefoglalva még egyszer az öt problémakört, amikor érdemes a mangosztánt a terápia részévé tenni: gyulladás csökkentéshez, ér problémák esetén, fogyási céllal, allergia és ételintolerancia esetén és a bőr állapotának javításához. Remélem érdekesnek találtad ezt a videót és tudtam vele neked segíteni. Ha vannak személyes kérdéseid, írd meg nekem e-mailben, ha pedig értesülni akarsz a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!